Sziasztok! Itt Big Ben. Ugye nemrég véget ért az E3, és sok minden nem maradt visszhang nélkül. Ezért gondoltam én is kiválogatom a kedvenceimet az Expo bejelentései közül. Nem akarok sorrendet rakni ezen játékok között, hisz vannak amelyekkel valószínűleg nem is tudok majd játszani. PC Master Race. Na de vágjunk is bele. Szerintem mostanra már tudható, hogy ha konzol, akkor én PSS srác vagyok. Valamint volt már a csatornámon is ember fejlesztő csapattól származó játék, úgyhogy elég természetes volt, hogy kíváncsian vártam, hogy tényleg megtörténik-e az, amit már 2009 óta várunk. És megtörtént. A Last Guardian rettentően ígéretesnek tűnik, akárcsak az Ico vagy a Shadow of the Colossus. A rövidke gameplayből csak annyi jött le, amitől tartok is, hogy a játék valószínűleg drámai véget fog érni, de remélem nem lesz igazam és happy endet kapunk. Következő a Ghost Recon Wildlands. Az én múltam a Ghost Recon-nal a PS2-es érára vezethető vissza, de ott is elég rövid kapcsolat volt. Viszont amikor láttam, hogy ez a játék 4 fős Open World co-op-pal kínálkozik, felkaptam a fejem. Hiszen kisebb körünkben már régóta keresünk jó co-op játékokat, amiket még nem próbáltunk. Emellett a Tom Clancy franchise mindig elszórakoztat minket. A Mirror's Edge-et gamer pályafutásom alatt csak 3-szor tudtam megvenni, Steamen, Originen és megfogható formában is, de személyesen még egyszer sem játszottam végig, viszont én is tudom, hogy egy nagyon jó játék. Ezt is megspékelték egy kis open world-del, ami mindig jó. Ha már volt kedvenc konzol, most jöjjön az egyik kiadó, ugyanis a Bethesda is nagyokat villantott az E3 alatt. A legnagyobb durranásuk a Fallout 4. Szerintem aki valaha is játszott egy Bethesda RPG-vel, az tudja mire számíthat. Érdekes lesz viszont az, hogy a Skyrim Creation Engine-jét szépítették ki, ami lehet megint csak kötöttségeket hoz magával. Persze nem a modolhatóságról beszélek. A rebootok rebootja is megjelent az eseményen, az új Doom véleményem szerint elég egyszerű egy lövöldének ígérkezik, de mivel rengeteget játszottam én is vele, amiről elég régi videó is található YouTube-on, ezért a nosztalgia feeling megvan, de természetesen az akkori nagy innovációkat már sehogy nem lehet überelni, és mégiscsak 2015-öt írunk. Következő alanyunk egy olyan játék, amit csak nemrég próbáltam én is ki, viszont fura világa ellenére egy nagyon szórakoztató darab, ez pedig a Kingdom Hearts. A harmadik rész a gameplay alapján nem sokkal ígér többet az előző részeknél, de viszont az biztosan élményekkel teli lesz. Az E3 egyik kincse platformer szemeimet gyönyörködtette, ez pedig az Unravel. Egyedi platformer megoldások, aranyos grafika és rejtett üzenetekkel jön az Unravel, és nekem nagyon tetszik. FPS téren is ért meglepetés a várt sorozatgyártott hulladék mellett, ez pedig a Rising Storm 2 Vietnam. Még mai napig is játszom a Bad Company 2 Vietnam kiegészítőjét, mert a füllett dzsungelek, a rizsföldek és a kellemes rocknak megvan a saját hangulata. Örültem, hogy végre nem a 8. futurisztikus FPS jön ki az évben, annak ellenére is, hogy egy szimulátoros Rising Stormról beszélünk. A Hitman sorozat is egy újabb részt él meg, ami ezúttal egy kis eredet történetről is fog szólni. Véleményem szerint a legutóbbi Hitman nem sikerült rosszra, viszont itt is a PS2-es élményeim játszanak közbe. Nem várok túl sokat a következő résztől, de nem sikerülhet olyan rosszra, mint a mozifilm. Újabb Bethesda cím, amitől őszintén szóval többet vártam, ez az Elder Scrolls Legends, ami a Bethesda Hearthstone-os próbálkozása lesz. Őszintén szóval nem érzek potenciált egy Tamriel-en alapuló kártyajátékban, de ez majd függeni fog a stúdió támogatásának idejétől is, hisz még a mai napig az első terültetik mindenhol, viszonylag sikertelenül. Szomorú még az is, hogy összvíz csak egy cinematic trailert kaptunk, gameplay nuku. Utolsó alanyunk az új Ratchet & Clank, amit látva egyre jobban sajnálom, hogy Crash nem az Insomniac kezében van. Ugyanaz a szimpla, de szórakoztató gameplayt várhatjuk, amit először 2002-ben tapasztalt a nép. Reméljük Spyro-t is hamarosan újra kezelésbe veszik, Crash pedig felvásárolják, ha már az Activision csak levegőnek nézi. Nos, ezek lettek volna a számomra érdekes játékok a 2015-ös E3-ról. Nektek mi a véleményetek? Mely játékok tűnnek ígéretesnek? És melyek lesznek az év porfogói?